Sziasztok! Reggel 6:45 van. És már levittem az egyik kutyust sétálni, és ahogy jöttem hazafele, láttam, hogy az egyik ajtónak egy picit ki van nyitva, nyílva a hátsó ajtója és ajtaja. És ezért most felírtam egy lapra, hogy nyitva van a hátsó ajtó, és rá fogom tűzni oda a ablak törlőre. Igen. És ezt azért mondom el, mert minden napra, szinte minden napra esik egy ilyen eset. Úgy lehet, hogy naponta több is. Hogy ez C-vitamin. Hogy na, csak egy mondat erejéig kitérő, ahogy szoktam. Hogy ugye Szent Györgyi Albert fedezte azt fel tudtommal, hogy igazából sokkal-sokkal több vitaminra van szükségünk, főleg a mai növények, gyümölcsök, hát szinte már semmit nem tartalmaznak, tehát a mi nagyszüleinknek a generációja mondta azt, hogy akkor már nem olyanok voltak a növényeknek az ízei, mint az ő nagyszüleik idejében. És akkor most mi van? Arról ne is beszéljünk. Hogy ugye mindenféle szerekkel felfújják, tehát elérik, hogy sok vizet szívjanak magukba, a zöldségek, gyümölcsök gyorsan megnőjenek, nagyra nőjenek, éretlenül szedik le, mert több ezer kilométerre elszállítják, és hogy az alatt ne romoljon meg, bekenik anyagokkal, stb. Stb. Naptól teljesen elzárva a tartályhajók belsejében utaznak, stb. Stb. Szóval azért mondta a Szent Györgyi Albert, hogy igazából nagyon sok vitamint kéne fogyasztanunk. Nem azt mondom, hogy fogyasszál vitamint, mert van, aki semmit nem fogyaszt, és egészséges. Csak azt mondom, hogy ha vannak, kialakulnak betegségeid, ne adj Isten, akkor mielőtt elmennél orvoshoz, bár ezt nem mondhatnám, de az a lényeg, hogy hát érdemes akkor utána nézned, vagy megkérdezned egy orvost, vagy valami, stb. Stb., hogy milyen vitaminokat kéne fogyasztani, milyen növényekben van az a vitamin, mondjuk A-vitamin, vagy B12, vagy stb. Stb., amire esetleg szükséged van, ugye ez is kikereshető a neten, hogy beírod, hogy mit tudom én, repedezik a körmöd, vagy akármi, vagy látászavar, vagy bármi, vagy könnyen megfázás, vagy akármi, vagy bőr problémák, és akkor ki tudod keresni, hogy milyen vitaminokra lenne nagyobb mennyiségben szükséged esetleg. És akkor olyan növényekből sokat tenni, de mondom, hogyha a Tesco-ban, Tuskóban vásárolsz, akkor teljesen fölösleges, mert azokban nincsen semmi. Tehát akkor vagy piacon vegyél, de legjobb, ha saját magad termelsz, és esővízzel öntözöd, tehát félreraksz, vagy gyűjtesz esővizet, és a többi zárója bezárva. Ja, még annyi, hogy ugye Szent Györgyi Albert, amikor publikálta, vagy publikálni akarta ezt a felfedezését, akkor, és tehát azt, hogy igazából ő azt mondta, hogy vitaminokkal minden betegség meggyógyítható. És például volt, hogy ő rákos lett, és kezelte magát napi 16 ezer milligram C-vitaminnal, és meggyógyult állítólag. Na most a gyógyszergyárak ezt hamar felismerték, hogy ebben óriási veszély van a számukra, és ezért már hát tudja, hogy minden betegség meggyógyít. Amúgy is minden betegség meggyógyítható természetes módon, vitaminok nélkül is,
és hát küzdenek is a gyógyszergyárak ezek ellen a dolgok ellen. Például volt, hogy egy hatalmas, tehát hogy próbálták a gyógynövények árusítását beszüntetni Magyarországon, vagy lehet, hogy máshol is, és a többi. Meg hát a Vatikánnak is például hatalmas ellensége, úgymond a Reiki, hogy ugye mindenki tud gyógyítani kézrátételes gyógyítással, miután elvégzett egy megfelelő Reiki tanfolyamot. Szóval ezeknek a hatalmaknak ez nagy ellenségük, és ezért megfenyegették, mindjárt befejezem ezt a kitérőt, megfenyegették Szentgyörgyi Albertet, hogy ezt ne publikálja, mert nem lesz hosszú életű, finoman szólva. Hogy ugye a vitaminok, nagy mennyiségű vitaminnal bármilyen betegség meggyógyítható, szerinte. És ezért nem publikálta, és aztán, amikor már azt hiszem 93 éves volt, 93, vagy nagyon idős volt, akkor úgy döntött, hogy hát publikálja, mert most már mi vesztenivalója van, és meg is tette, és másnap érte egy autóbaleset, ugye véletlenül, és meghalt a teste, elhagyta a testét, szóval, hogy ezt csak azért mondtam el, hogy esetleg neked is lehet, hogy segít, hogyha bizonyos betegségek, mondjuk könnyen megfázolni, adj Isten, akkor lehet, hogy egy nagy mennyiségű vitamin. Ja, és most jön a lényeg, hogy ugye a gyógyszergyártó cégek elérték azt, hogy a hivatalos, tehát hivatalosan, tehát ha egy orvost megkérdezel, hogy mennyi, mondjuk mennyi C-vitaminra van szüksége naponta, akkor azt fogja mondani, mert ez a hivatalos álláspont, hogy olyan 80 mg-ra. Na most Szent Györgyi Albert pedig azt mondta, hogy 1000 mg-ra. Tehát érzed a hatalmas különbséget. Azt mondta, hogy 1000 mg naponta mindenkinek C-vitaminból, ha pedig beteg, mondjuk megfázik az illető, akkor ő saját magát például megfázás esetén 4000-8000 mg C-vitaminnal kezelte. Most a hivatalos álláspont szerint, ha valaki megfázik, akkor legfeljebb 1000 mg-ot ajánlanak. Tehát úgy is lehet kapni a legnagyobb C-vitamin tabletta, vagy ilyen pezsgő tabletát nem ajánlom semmiből sem. Ez por formájában vettem, és hogy az a legnagyobb, az 1000 mg most. Na, zárójel bezárva. Tehát visszatérve erre. Minden nap történik legalább egy ilyen eset, és volt olyan autó, hogy nem volt fenn a hátsó rendszáma, mert mit tudom én, bulizó fiatalok hazafele letépték, gondolom, mert egy érdekes rendszám volt, vagy akármi, és akkor szintén kiírtam ezt az autósnak, meg most nem azért mondom, hogy én most milyen, hogy magamat fényezzem, hanem azért mondom el, hogy te is ilyen legyél, ha egyetértesz ezzel, mert azt látom, hogy 1000 emberből egy-kettő ilyen. Tehát egy-ketten vagyunk ilyenek, és a többi meg így elmegy mellette, a dolgok mellett. Tehát, hogyha lát az utcán feküdni egy embert, akkor elmegy mellette, és elintézi a lelki ismeretét azzal, hogy á, biztos részeg, meg mit tudom én, meg á, nekem úgy is sietnem kell, és ezt nekem nagyon rossz látni, hogy ilyenek az emberek. És nagyon remélem, hogy csak ott olyanok, itt Magyarországon ilyenek, meg mit tudom én, mi. Nagyon remélem, hogy sok más országban nem ilyenek, de sajnos azt látom, hogy ilyenek, tehát hogy főleg nyugaton, tehát így beleértve Európát is. Tehát ez a nyugati mentalitás, hogy mindegy. De változzon ez meg látom, hogy változ. Hát ez még nem változik, de sok más dolog pozitív irányba változik. Eszméletlenül.
nő a spirituális emberek száma, vagy spirituális érdeklődésű, spirituális hozzáállású, gondolkodású emberek száma Magyarországon. Ez fantasztikusan jó, csak így tovább. És ez amúgy nem. Erre egyesek már azt mondják, hogy like. Ez igazából nem. Ugye a magyarok így számolnak, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Angolok így számolnak, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Nem mennék most bele ennek a spirituális jelentőségébe, mert ez most megint egy nagy kitérő lenne. Kínában is így mutatják, hogy ez az, csak így tovább, nagyon jó ez a dolog. Szóval, miről is beszéltem? Tehát egyre több a spirituális, nagyon gyorsan nő a spirituálisok száma Magyarországon, nagyon gyorsan nő a vegetáriánus, a vegán emberek száma Magyarországon, nagyon örülök neki. A testépítők, magyar testépítők között nagyon gyorsan nő a vegánok, vegetáriánusok száma, szóval nagyon-nagyon örülök. És ez a dolog, ebben még kéne nagyon fejlődni, mert tehát olyan, hogy egyszerűen megyek az utcán, és ott áll a... Én kutyával megyek mindenhova, majdnem mindenhova, és közben nézem az órát, mert a második kutyust is le kell vinni gyorsan. Aztán a harmadikat. Szóval megyek az utcán a kutyussal, vékony járda, és a közepére be van téve egy kuka, de nem egy olyan kis szemetes, hanem egy rendes nagy kuka. És az emberek elmennek mellette, nehezen, de elmennek mellette. Én meg egy kézzel így arrább tolom a kukát, az meg, és így fogom a fejemet, Atya Isten bakker, hogy felnőtt emberek, intelligens lények elvileg, és hú, gyerek, és ahelyett, hogy arrább tolná, kikerül érted, nehézkesen, és Jézusom. És nem csak neki lehet, jó, neki lehet, hogy egy kézmozdulat lenne, de az utána jövő 1000 embernek meg könnyebben lenne elmenni ott, szóval, és jaj. Hú, és annyi ilyen van, hú, gyerekek. Abban már nem is mennék bele, hogy 1000 emberből ketten, hárman vagyunk olyanok, akik más kutyájának a szarát is felszedjük, tehát amit más gazdi ott hagyott, azt is felszedjük, nem csak a saját kutyánknak a kakiját, arra nem is térnék ki, hogy aki ott hagyja, annak milyen pszichés problémája van, de mindegy. Olyan helyeken, ahol emberek járnak, tehát ahol ő is beleléphet, tehát erről beszélek, hogy nem csak, hogy másokon nem segítenek, azok, akik ott hagyják a földön fekvő embert, ott hagyják a kutyaszart, mindent ott hagynak, eldobálják a kaját, stb. Meg a csontokat, meg mindent, hogy, hanem arról beszélek, hogy saját magukon sem segítenek, tehát, hogy ők is belelépnek a saját maguk által ott hagyott kutyaszarba, nekik is rossz kikerülni azt a kukát, stb. Stb. Meg hát mindig a dohányzást hozom fel példának, de nagyon sok mindent fel lehetne hozni, hogy nem logikus dolog, hogy az emberek dohányoznak. Az, hogy alkoholisták az alkoholról nehezebb leszokni, mint a dohányról. Dohányról is nehéz, de csak az első 3 nap a nehéz. És fölmész a netre, és rákeresel, hogy leszokni a dohányzásról, és szerintem millió találat lesz, tehát, hogy annyi segítség van most már neked, azoknak nem, akik nyomorban élnek, és életükben nem láttak egy számítógépet, de neked, akinek ott van az a kurva számítógép, erre használjad,
hogy rákeressel az értelmes, hasznos dolgokra. Szerintem. Na, szóval, és én is leszoktam a dohányzástól, leszoktam az alkoholról, alkoholista voltam, cigiztem, nagyon erős gyógyszereket szedtem, 10 éven keresztül minden egyes nap szedtem gyógyszert, volt olyan, hogy nem tudom hányfélét, és abban 10 évből legalább 5 évig, kb. 5 évig nagyon erőseket szedtem, és abba hagytam, pedig azt mondták az orvosok, hogy ezt életem végéig szednem kell, mert gyógyíthatatlan a betegségem. Soha ne higgyetek az orvosok. Ilyet se szabadna mondanom. Szóval magatokban bízzatok, magatokban higgyetek. És az Istenben. De ez a két dolog, ez ugyanaz. Szóval visszatérve, ez is érted, hogy egy ilyen cetlit írni az 5 másodperc. És most lehet, hogy ha elindul az az autós, és menet közben kinyílik rendesen az ajtaja, lehet, hogy egy balesetet okoz, mert a másik autós meg neki megy az ajtajának, vagy akármi. Tudod? És 5 kurva másodperc egy ilyen papírt írni. És ki csinálja meg? 1000-ből 2 ember. És meg még egy dolog, aztán tényleg megyek, hogy ha akarod, olvassál pszichológiai, szociálpszichológiai kísérleteket, erre is rákereshetsz, mert megdöbbentőek. Teljesen le voltak döbbenve a szociológusok, pszichológusok, szociálpszichológusok, amikor ezeket a kísérleteket elkezdték csinálni, mert meg a társadalom is meg volt döbbenve. Mert rengeteg kísérletet most mesélhetnék, rengeteg kísérletet, de van például az elmevadászat, Hans és Michael Eysenck könyvében, úgy van írva, hogy EY-Szenck, azt hiszem. Tehát elmevadászat, aztán a társas érintkezés pszichológiája, kurva jó könyv, magyar ember írta. Eszméle, az egyik legjobb könyv a Földön. Mindenkinek el kéne olvasni. Társas érintkezés pszichológiája. Tehát ezekben a könyvekben olvashattok sok kísérletet, főleg az elmevadászatban, ami megdöbbentő volt, és tényleg csak egyet mondok el, hogy az utcán megkéseltek egy embert fényes nappal, ott nézte 30 ember, és senki se hívta a mentőket, meg a rendőrséget sem. Másik eset, ami már kísérlet volt, hogy csináltak sok ilyen kísérletet, hogy bevittek egy embert egy szobába, félig nyitva volt az ajtó, és hallhatta, hogy a másik szobában egy nagy csattanás történik, és nem ment át megnézni, hogy valakinek történt-e baja, sérülése, leesette valaki létráról, vagy akármi. Nem mentek át az emberek. Következő kísérlet, ugyanezt megismételték 1000 emberrel, ugyanezt megismételték, nagy csattanás, és utána egy halk jajgatás, és a legtöbb ember még mindig nem ment át. Szóval, és rengeteg ilyen kísérletet csináltak, és megdöbbentő. És ez többféleképpen magyarázták, hogy miért van ez, most rosszak az emberek, vagy mi az Isten van. Nem akarok belemenni, mert akkor már tényleg nagyon hosszú lenne ez a videó, hanem az a lényeg, azért készítem ezt a videót, hogy te legyél az az egy. Ha egyetértesz ezzel, és szeretnéd, te legyél az az egy, aki átmegy a másik szobába megnézni, hogy mi történt, te legyél az az egy, aki kiírja ezt, te legyél az az egy, aki felszedi más után is a szemetet, stb. Ha egyet értesz ezzel, és elárulom, hogy neked is egy nagyon jó érzés lesz, megváltoztatja valamennyire az életedet,
jobban bele tudsz utána nézni a tükörbe, nagyobb lesz az önbizalmad, önbecsülésed, fel tudsz magadra nézni, stb. Stb. Úgyhogy már ezért is megéri. Na, legyetek jók, ha tudtok. Sziasztok!